kinek jó borzongás! Közösségi élmény futásra invitálták a bátor jelentkezőket Dombóváron. A merészségre mindenféleképpen szükség volt, hiszen a sötétedés beállta után indultak a több csapatra osztott elszánt sportemberek, mondta el a szervező Mátrai Kovács Dia. Most már a 8. alkalommal szervezzük ezt meg. Semmi más célunk nem volt vele, mint hogy egy kis hangulatot vigyünk az embereknek, meg egy kis jókedvet. És az, hogy ilyenkor legalább azt gondoltuk, hogy mindenki önmaga lehet, úgyhogy... Ezért nagyon jó az, hogyha lehet maszkot húzni, mindenki eldönti, hogy mikor önmaga. Most már próbálunk a gyerekeknek olyan futamot szervezni, amikor a szellemeink, akik itt-ott a városban, a sötétben megbújnak, ők nem ijeszgetnek, hanem csak cukrot osztanak, de jelen vannak. És vannak olyan futamok, amik sétálósak, de már a szellemek is előbújnak, szóval eléggé ijesztő. Teljesen teljesíthető távokkal készültünk, tehát ilyen 1,5 kilométer a legrövidebb, de sétálós, illetve 2,5 kilométer a leghosszabb, de már futós táv. Itt nem az a lényeg, nem futóverseny, hanem élményfutás, nem az a lényeg, hogy hosszú távokat teljesítsenek, hanem az, hogy jól érezzék magukat, picik is, idősebbek is, nagyok is. Az elmúlt évek során pozitív visszajelzéseket kaptak a szervezők, az előzőekhez képest mégis változtattak a 2021-es dombovári halloweeni futás helyszínén, hogy a távokat jobban tudják variálni a résztvevők számára. Az az egyetlen egy dolog volt, ami talán néha visszatartó erő volt, hogy ilyen 4 kilométer körüli volt a táv. Most a regisztrálásunk az a 200 fő, az 6 órán belül meg volt a 200 fős regisztrálásunk, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha akár több embernek is tudnánk érmet biztosítani. Mi azon vagyunk, hogy ez egy ingyenes rendezvény egyébként, mi azon vagyunk, hogy így legyen most. Most 220 főnek sikerült. A halloweeni borzongásra vágyok száma sokkal magasabb volt annál, mint ahányan előzetesen regisztráltak a rendezvényre, ők érem nélkül, de élményekkel gazdagodva tudhatták maguk mögött a távot. Javarészt helyiek vannak, de kb. 20%-ban jönnek, hát nem, 15%-ban jönnek máshonnan, tehát a környékről. Tavaly nagyon sokan voltak Kaposváron, most is jönnek nem olyan sokan. Szászvár, Bonyhád és egyéb környék az, ahonnan még jönnek. Az útvonal az mindig titkos, nem mondjuk meg előre, csak a távot, hogy merre megyünk. Ez minden évben így van, hát nagyon variálni nem tudunk a városon belül olyan helyet szerezni, ahol teljes a sötétség. Ez most is így lesz, aki ma évről évre jön, az tudja nagyjából, hogy mire számíthat. És egy bizonyos, hát itt most lent a régi kisvasútnak az útvonalán lesznek tulajdonképpen a szellemeink, akik elbújnak itt-ott, és teljesen berendezett pálya. Ők már délután 2 óta dolgoznak, mindig ők a főszereplők egyébként ebben. Délután 2 óta rendezik a pályát, hát azért elég ijesztő, nem mindenkinek bírja a lelke, felnőttek közül sem. De mondjuk ezt mindig hangsúlyozzuk, sose hiszik el, és akkor a végén rájönnek, hogy hoppá. De ezért kérjük azt, hogy 16 éven aluliakkal kötelező szülőnek jönni. A legkisebbek között is voltak olyan rátermet, jelmezbe bújt, mozgást kedvelő és rettegni vágyó ifjak, akik nem első alkalommal borzongtak együtt a sokadalommal a dombovári sötétségben. Olyan, hogy elindulnak csapatok, és az erdőben meg ilyen helyeken el vannak bújva ilyen maszkos emberek, és ijeszgetik a gyerekeket, előbújnak ilyen helyekről. A családokat nem rettentette el a kihívás, anyukák, apukák vonultak gyermekeikkel, hogy együtt éljék meg a halloweeni élményt. A gyerekeknek biztos, hogy nagyon tetszett, nem ijeszgettek annyira a szellemek, de elől voltak, úgyhogy lehetett őket látni, osztogattak cukrot, úgyhogy szerintem teljesen szívükbe lopták, de ugye? Tetszett? Sikolyok és villodzó fények uralták a kora estét Dombováron, az immáron 8. alkalommal megrendezett halloweeni élményfutáson.